Mint nézőink is láthatják, járva a várost, megkezdődött az új kerékpárút hálózat kivitelezése. A részletekről városunk polgármesterét, Szepesi Tibort kérdezzük. A polgármester tájékoztatása szerint kerékpárúthálózat kivitelezése a Madarasi utat, a Széchenyi sugárutat, illetve a Kisújszállási utat fogja érinteni. A már meglévő Madarasi úti kerékpárút felújításra fog kerülni. Több beruházás is elindult, amelyből azt gondolom most a leginkább érdeklődésre számottevő azok a karók, amelyek leverésre kerültek a város több pontján, hiszen ahogy látszik is, a kerékpárút pályázatnak elindult a kivitelezése, tehát az, amely pályázatra hosszú hónapok óta készülünk, és amely a Madarasi utat, a Széchenyi sugárutat, illetve a Kisújszállási utat fogja összekötni kerékpárút, illetve a meglévőnek, a Madarasi útinak a felújítása, tehát ez egy összefüggő nagy pályázat, ennek a beruházása indult el jelenleg. Mint megtudtuk, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, és folyamatban van a szerződés aláírása. A szerződés kötés jelenleg is aláírás alatt van. Ugye maga a kivitelező, hiszen kiválasztásra került közbeszerzési eljárás keretében nyilvánvaló. A pontos részleteket pontosítjuk. Ő már a saját munkáját könnyíti meg azzal, hogy előzetesen kijelölte magának a kerékpárútnak a helyét, hogy lássa, melyek azok a pontok, amelyeken esetleg nagyobb beavatkozás szükséges. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnénk tartani a határidőt, tehát a jövő év elejére, közepére el fog készülni a kerékpárút. Nyilván az időjárás azért befolyásolhatja, hiszen látjuk, hogy itt néhány nap alatt akár a 4 évszak is megjelenítésre kerül az időjárásunkban, de én bízom abban, hogy ez a rendelkezésre álló határidő, amelyet a vállalkozóval kialkottunk, és ami benne van nyilvánvalóan a szerződésben, ez tartható lesz. Az új kerékpárutak, kerékpársávok kialakítása során nagy hangsúlyt fektetnek a védtelen közlekedők, azaz a kerékpárosok mellett a gyalogosok biztonságára. Kerékpáros és gyalogos átvezetések kialakítása, figyelemfelhívó közlekedési táblák kihelyezése, balesetveszélyes csomópontok elkerülése is megtörténik. Emellett egységes kerékpártárolók biztosítják majd az új hálózat több pontján a kerékpárok kényelmes elhelyezését. Európai Uniós forrás, tehát toppos forrásból kerül megvalósításra. Egy picit húzódott a megvalósítása, a kiírása a pályázatnak, hiszen mióta eldöntése került, hogy mekkora összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy a menet közben az építési árak egy picit változtak, emiatt a műszaki tartalmat alaposan át kellett vizsgálnunk, meg kellett vizsgálni azt, hogy mi fér bele ebbe a keretbe, melyek azok a részek, amelyeket meg tudunk valósítani valójában, és melyek azok, amelyeket esetleg egy későbbi pályázatra kell átütemeznünk, de azért látszik a kijelölésből, hogy a legfontosabb részek, tehát a kerékpárút építése, javítása, a két kerékpárút összekötése, ez mindenképpen meg fog valósulni ebből a pályázatból. A fejlesztések megvalósítása várhatóan nem csak a karcagi lakosok, hanem a járás településeinek, Berekfürdő, Kenderes Kisújszállás és Kunmadara szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, Karcag járási központi szerepéből adódóan. A beruházás 500 millió forint támogatási forrásból valósul meg.